következő ben tehát az egy, illetve két változós adattáblával fogunk megismerkedni. Az itt látható feladat is megoldható egy változós adattáblával. A következő munkalapon megnézzük, hogy ezt hogy kell megcsinálni. Maga az adattábla lehet függőleges vagy vízszintes elrendezésű, attól függően, hogy a változó értékek azok függőlegesen vagy vízszintesen helyezkednek el, mint itt. Ebben az első feladat részben a változó értékek függőlegesen helyezkednek el, és ezek a változó értékek itt láthatók, ez nem más, mint a kamatláb. Ha kölcsönfelvételére kerül sor, az ember bemegy egy pénzintézetbe, és ott a ügyfélt kiszolgáló személy egy táblázatot ad a kezébe, amely táblázat általában kétdimenziós, és az egyik paramétere, mondjuk a vízszintes paraméterben az időszakok száma fut végig, a függőlegesben, mint ahogy itt látjuk, a ráta vagy a kamatláb, és a két tengelynek megfelelően, tehát a két koordináta meccéspontjában kapjuk a fizetendő összeget. Ez a kétdimenziós adattábla lényege. Na most hogyan lehet ezt az Excel-lel elvégezni? Hát egyelőre csak egydimenziós adattáblát csinálunk. Kijelöljük az adatokat, és ha mindig úgy kell elhelyezni az egydimenziós adattáblát, hogy a változó értékeket egymás alá függőlegesen írjuk, hogyha függőleges elrendezésű tábláról van szó, és tőle jobbra az első oszlopban egy sorral feljebb azt a képletet helyezzük el, amelyben a változó értéknek is szerepelnie kell. A változó érték, ez itt most a C6-os cellának a tartalma lesz. Ezután bemegyünk a már ismert adatok menü lehetőség elemzés elemébe, ahonnan már a célértékkeresést használtuk, az esetvizsgálót nem fogom megmutatni, bár szenáriónak hívják, bár idegen szóval angolul, de megmutathatnám, a kapcsolódik a kimutatás készítéséhez, de most erre nem fogok kitérni. Nézzük az adattáblát, talán ennek nagyobb jelentősége van. Meghívom, semmi más nem kell tenni, meg kell adni, hogy hol van az oszlop, illetve a sorértékek bemeneti cellája, mivel függőleges elrendezésű most az adattáblánk, tehát az oszlop értékek bemeneti celláját kell megadni, és erre készen is vagyunk. Azt látjuk, hogy a alatta lévő eredmény területen, úgy mint a tömbfüggvények esetén, mert hogy ez is az, nem lehet törölni a tömb részét, csak együtt lehet törölni a függvényt, a függvény eredményeit. A következőben pedig egy oszloppal arrébb az e-oszlopban lévő értékekkel fogunk dolgozni, és megint csak megadom a megkaptuk a az adatokat egy picit rendezett módon szeretném itt most megjeleníteni. Itt lehet látni, hogy a számformátum egy kicsit furcsa, mert nem magyar pénzjegy formátum jelenik meg, pénzformátum így már magyar lesz. A következőben pedig az a kérdés, hogy mennyit fizetünk vissza a futamidő alatt. E11-es tehát itt erre hivatkozunk, arra a kérdésre, hogy mennyit fizetünk vissza a futamidő alatt. Itt megkapjuk a választ, de a képlet lemásolásához, hogy a többi kamatláb esetén is helyes eredményt kapjunk, le kell venni az abszolút hivatkozás jelzését, és relatív módon kell másolnunk a képletet. A 18. sortól kezdődő feladatrész, ez a gyakorlás feladatrésze. Engedjék meg, hogy ezt most én nem
mutassam meg, magyarázzam meg önöknek, majd egy pici idő múlva visszatérek és megmutatom az eredményt, de nem fogom elmagyarázni, hogy hogy csináltam, ezt majd önök megoldják, mindenki saját maga. Az eredmények íme láthatóak. Végül nézzük a vízszintes elrendezésű adattáblát. Vízszintes elrendezésű adattáblában a megoldás teljesen hasonló, csak most nem a tőle az első oszloptól jobbra, hanem az első sortól lefelé kell legyen, méghozzá itt és egyel eltolva a képlet, és az eredményt azt itt kell megkapnunk. Én most itt kitörlöm ezeket az eredményeket, amelyek egy régebbi megoldás eredményei. A következő sor az megint teljesen üresen van hagyva, az pedig azért ez a feladat rész, mert az majd az önök feladata lesz, hogy ott megoldják. Na, hát akkor nézzük, hogy hogyan kell dolgoznunk. Ugye a C6-os cella lesz a változó cella. Sorértékek bemeneti cellája. Itt a formázással van egy kis probléma. Én most ezt forintra fogom formázni. És egyéni számformátumot fogok alkalmazni. Pénznemformátumot fogok alkalmazni.